Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, én Tóth Péter vagyok, ti pedig a munkanapot látjátok. Nos hát a mai részben, amint látjátok, egy gyönyörűséges, majd hogy nem decemberi idő van már, ugye esik az eső, meg be van szürkülve egyébként, 8 óra van reggel, és ahhoz képest egyébként elég csúnyák a fényviszonyok, na de mindegy is. Viszont, ami nem mindegy, hogy hova fogunk menni a mai nap, egy régi-régi ismerős, már gyakorlatilag kétszer találkoztattatok a történetével itt a munkanapló keretein belül. Az első alkalomnál pont egy olyan kis videó volt, amikor a alaplap elfüstöltött a szemem láttára, és ezt sikerült is megörökíteni. Így aztán ott volt egy alaplapcsere, kábelcsere, mindenféle fajta szírszalcsere. Ha jól emlékszem, még 3 méltós szerepet is cseréltem ebbe a készülékbe. Aztán utána működött legalább egy jó fél évig. Ezek után megint szóltak, hogy nem működik a készülék. Hát miért nem működik a készülék? Elmentünk, bekapcsoltuk, ment, nehezen levettem a burkolatot, akkor nagyon ment. Megmértem a szénmonoxidot, és hát extrém magas szénmonoxid kibocsátása volt a megengedett értéknek, bocsánat, az életveszélyes értéknek az ötszöröse. Tehát ez ugye nem megengedett az érték. Tehát egy ilyen 5-5,5 ppm-es CO értéket sikerült rajta mérni, ami azért nem volt egy teljesen életbiztosítás, ott lezártam a kazánt, utána kimentek a kollégák, kicserélték a kéményt, és a kémény volt nem teljesen tömör, a belső alumínium cső az megadta magát, és a elmondásuk szerint ilyen sajt lukacsosságúra porózussá változott a tömör cső. Na, és hát utána megint ment a kazán, nagyon örültünk neki, hogy minden rendben van, és akkor egyszer csak, láss csodát, tegnap előtt megint kaptam egy munkalapot ezzel a kazánnal kapcsolatban, hogy hát már megint baj van bele, menjek el, nézem meg milyen probléma, és egy, most nem árulok el nagy titkot, egy Wolf kazánról van szó. Tehát a Wolf kazán a 40-es hibakódot jelöltem, ami gyakorlatilag így annyit tesz, hogy a kazánban lévő meleg víz nem tud kiáramlani, vagyis ez kétféle hibát szokott jelenteni, vagy ugyebár el van dugulva a kazán, ami nagyon ritkán fordul elő, illetve a másik, ami sokkal sűrűbben fordul elő, és itt is ez történt, hogy a keringető szivattyú beragadt, megállt, megadta magát. Na most ugye ennek két egyszerű megoldása van, hogyha keringető szivattyú problémát akarod megnézni, ugye van középen egy csavar, hogyha megnyitod, és ha egy-két csepp víz folyik belőle, akkor semmi gond nincs. Ha priccol, mint az állat, vagy gőz jön, akkor gond van vele, tehát akkor a keringető szivattyú le van ragadva, vagy egyszerűen meg van pusztulva, vagy zárlatos, vagy akármi, és ebben az esetben ugye cserélni kell. De van egy másik megoldás is, ilyen esetben a keringető szivattyú eléggé fel tud melegedni, és hogyha óvatosan megtapogatod a kezeddel, akkor ugye érzed. Tehát, hogyha nagyon meleg a szivattyú, a kazán meg jéghideg, akkor ugye tudhatod, hogy megint a keringető szivattyú a hunyó. Hát ugyanezt a hibakeresési megoldást csináltam, és én ugye minden esetben a ujjaimnak a külső oldalával szoktam ugye megérinteni magát a keringető szivattyút, hát éppen csak egy másodpercet tettem oda, és egy ilyen jó 5 forintos nagyságú égési sérülést szereztem, annyira meleg volt a szivattyú. Utána hála Istennek volt ott egy vödör hideg víz, abban ugye megáztattam egy ilyen jó 5 percet, és utána kíváncsiságból ebből a vízből csak úgy vicceltem rá erre a szivattyúra, és körülbelül annyira kezdett el gőzölni rajta a víz, mint hogy a szaunában forró kőre locsoljátok a vizet, tehát valóban eléggé meleg volt. Akkor kikapcsoltam a kazánt, hogy most már nem elegedjen tovább, hogy nehogy elektromosan leégem, és lefényképeztem a kazánnak a típusát, megrendelési számát, gyártási számát, meg a szivattyúnak is a típus számát. Aztán szóltam a csajoknak bent a irodába, hogy rendeljék meg. Hát sikerült a megrendelés, és akkor most éppen tartok Gottmadingenbe a Friedhof Strasse-ra, ami igazából temetőt jelent, tehát tartsatok velem, nekem még van egy jó 15-20 perc odáig, de egészen szép az út, és hát látjátok, ugye lehet rajta haladni. Erre szoktam egyébként menni, nem a hivatalos úton, amit a navigáció mutat, mert erre kisebb a forgalom, itt a két kisebb falunk keresztül. Na, hát akkor én nem
pofáznék többet, már így is több mint 5 percet sikerült ilyen bevezető szövegként szövegelni, pedig nem volt szándékomba. Szóval kezdődjön a munkanapló. Szóval, ti megnéztétek az intrót, én meg megérkeztem már megint ehhez a gyönyörűséges kazánhoz, annyira festői, hogy az hihetetlen. Na, a keringető szivattyú itt van, őt kell majd kicserélni, és hát szerintem én nem fogok itt túlzottan sokat szenvedni vele, kicserélem csak a keringető szivattyújának a motorját, nincsen kedvem ezeket a hollandereket megnyitni, annyi probléma volt ezzel a kazánnal már, hogy tulajdonképpen nem szeretnék még hozzágyűjteni, szóval ki van kapcsolva, le van hűve, elmetek már víz sincs benne, ha meg van, akkor azt ugye megint majd le kell szépen engedni. Ugye itt vannak lehetőségek a víznyomásnak a leengedésére, meg utána a feltöltésre is, tehát az nekem tökéletesen megfelel. Nos, hát akkor engedjük le a maradék víznyomást, aztán szedjük ki ezt a gyönyörűséges keringető szivattyút a helyéről. De még mielőtt azt megtennénk, először bontsuk ki az ujjat, és nézzük meg, hogy egyetlen jót küldtek-e. Na, kibontva maga a doboz. Megrendelési szám 20151099, Heißkreispumpe Gundfrost UPS 15-50/60. Hát, hogyha innen megnézzük, akkor szintén Gundfrost UPS 15-50/60, tehát ez ugyanaz a típus. Lesz jó. Akkor még, hogyha kinyitjuk, akkor meglátjuk, hogy valóban így van-e. Igen, valóban így van. Tökéletes, nem kell semmit se szétbontani. Egész egyszerűen csak 4 csavar ki, 4 csavar be, és már ki is van cserélve az egész. Egyébként, hogyha nagyon enne a penész, akkor még innen is kiszerelhetném, hogy az egész házat kicseréljem vele együtt, de szerintem annak az ég adta világon semmi problémája nincs. De lehet, hogy még a víz leengedéséig meggyőzöm magam, hogy úgy cseréljem ki a szivattyút. A szivattyú bekötése hál' Istennek egy ilyen gyors csatlakozóval van megoldva, tehát nem kellett szétszedni, illetve a szivattyú motort ugye fogta 4 darab imbuszfejű csavar, és hát így néz ki maga a szivattyúnak a motorja, láthatjátok, hogy itt némi lerakódás van. Egyébként furcsa, mert ez működik, de mindegy, az új motor majd meg fogja oldani a problémát, illetve most, hogy ezt itt levettük, akkor magát ezt a házat is, hogyha ügyesek vagyunk és elég bátrak, akkor ki lehet innen emelni, bár azért ózkodom a dologtól, mert pont a múltkor volt egy másik Wolfgazán, látjátok, hogy ott van a 3 járatú szelep, ott a háttérben, ő az. Na és akkor ennek itt az alján van egy ilyen furcsa pipa-szerű cső, szerintem látszik is. Tetején a hollander, és egy ilyen dupla könyök. És az alul egy félcos menetbe végződik. És képzeljétek el, múltkor, amikor egy ilyen alkatrészt cseréltem, egyébként is látjátok, tehát kurva jó helyen van, tök könnyű hozzáférni, ezt tényleg szét kell bontani, majdnem mondtam mit hozzá. Tehát mikor ezt így minden szétbontasz az egészről, akkor gyakorlatilag le tudod venni a 3 darab hollandert, és a harmadik hollander, ez az alsó hollandernek a megnyitásnál, egyszer csak így hallottam egy ilyen finom kis pici recsenést, és ez az egész beforrasztott hóbelbanc, ott van egyébként, látjátok, erről a darabról van szó, igen. Szóval ez az egész vacak úgy, ahogy volt így a kezembe maradt, még az a szerencse, hogy volt a forrasztáshoz megfelelő felszerelési, így aztán gyorsan letakarítottam, visszaforrasztottam, és mehetett minden a eredeti kerékvágásba. De azért nem jók az ilyen kis meglepetések, pláne nem egy, mondjuk ez egy péntek délután, nem mondjuk szerencsémre, nekem az hétfő reggel történt, de most képzeljétek el egy ilyen helyzetet, péntek délután semmi nincs nyitva, hogy alkatrészt tudjál szerezni, meg ehhez amúgy se egyszerű, tehát megrendelés, akkor hetekig van a kedves ügyfél fűtés nélkül. Na jó, akkor most nézzük meg ezt a két hollandert, megpróbálom szépen kibontani, remélem sikerülni fog. És hát miután elmorzsoltam egy miatyánkat, így a felső hollander is kijött a helyéről, meg az alsó hollander is kijött a helyéről, mert
az az én személyes értékelésem, hogy ezt a házat, ezt szerintem már szintén érdemes cserélni. És nem látok benne komolyabb lerakódást, és látom, hogy így ti sem látjátok. De attól függetlenül, ha már itt a vadi új, akkor cseréljük úgy, ahogy van. Bár úgy első ránézésre nem nagyon tűnik ez se túl réginek. Jó, hát akkor jött az új szivattyú helyére az új tömítésekkel. Na hát örömmel jelentem, hogy a szivattyú helyére került, elektromos vezeték is szépen bekötve szintén a helyére. Akkor nézzetek csak ide, hogy mi a búbának történik. Tehát ez a cső, ez itt a kondenzáció szifonból érkezik, és ebből jelen pillanatban ilyen mocsok csúnyán csurog a víz, ami azt jelenti, hogy valószínűleg valami ki van lukadva. És hogyha minden igaz, akkor a spirál van kilyukadva, hát akkor itt a tökéletes alkalom ennek a problémának a megvizsgálására, szóval szépen leszedjük az égőfejet, aztán kinyitjuk az égésteret. Na, hát leszedtem a felső részét, és hála Istennek ugye megtaláltam a problémát, nézzétek, csak van itt ez a kis biztosító szeg. Ez az, ami tartja a hőcserélőt magába a készülékbe, és hát valószínűleg a hőcserélő így szépen kicsúszott a helyéről, mert hogy ez a biztosító szeg, ez szépen kicsúszott a helyéről, és ezért ugye tele lett vízzel, emiatt ugye elment belőle a víznyomás, emiatt meghalt a keringető szivattyú. Na, akkor a hiba okait azt már felmértük. Jó, hát az a nagy problémám jelen pillanatban, hogy eléggé jól jön a víz belőle kifele, de le kell szépen engedni, vissza kell tenni ezt a hőcserélő spirált, és utána minden a legnagyobb rendben lesz, remélhetőleg, na akkor próbáljuk meg szépen tovább kiengedni a vizet, hát hogyha nincs kilukadva a spirál, csak ez a probléma okozója. Na végre sikerült lepoltani a tetejét, és hát ugye erről beszélek, hogy ott, itt ez a cső, valószínűleg kiugrott a helyéről, így van, most így visszakerült a helyére, és akkor ezt a kis biztosító szeget vissza kell pakolni oda, innen, itt a luk, úgyni, amit bedugjuk, aztán utána majd szépen fel kell ide tornászni, úgy. És nézzük meg, hogy kijön, nem jön, helyes. És akkor még nem rakom vissza magát a burkolatot, hanem feltöltöm vízzel, hogy ellenőrizzem, hogy tényleg sikerült-e úgy visszatenni, hogy ez ne folyjon. Na, 1,8-ra fellöktem, jelen pillanatban csak a kazánt, még az összes egyéb fűtési kör ki van zárva. Viszont szépen áll, mint Katiban a gyerek, tehát gyakorlatilag megoldottuk ezt a problémát is. És akkor remélem, hogy ez a szemétláda szerencsétlen tetű nem akar további gondokat okozni nekem, és akkor most már be tudunk végre gyújtani ebbe a három lakásos családi házba. Szépen visszapakolom az összes részét a égéstérnek. Felszereltem a ventilátort meg az égőfejet, a tömítést, a régit, mert nem volt nálam új, viszont gáz hollanderbe tettem egy új tömítést. Össze van rakva szépen minden, ugye kinyitottam az összes fűtési kört, és most már megy szépen fölfele a víznyomás is ugye a kazánba, meg az egész házikóba, és hogyha elértük a 1,8 bárt, akkor utána bekapcsolom magát a készüléket, hogy ellenőrizni tudjuk a működést, na még egy picike kell neki, aztán utána jó is lesz. Na, gyönyörűséges egy darab, még természetesen a víz összekötés még nem veszem le. Egyrészt úgyis a keringető szivattyú kegyetlen mennyiségű levegőt fog belőle kiszűrni. Na jó, toljuk! Elindult a keringető szivattyú. Lehet is hallani. Hát, ahogy hallom, megy is a készülék. 17 fokos hőmérséklettel.
Na, remélem, hogy... Remélem, hogy nem lesz vele semmi gond. Aztán majd minden fog üzemelni. Hagyjunk egy kicsit járatni, úgy látom, hogy kell még neki most egy kicsike. Nos, hát lassacskán már egy jó 20 perce üzemel a készülék, ugye 66 fokos kazánhőmérséklet mutatott, 67-et most már. És hát egész szépen megy, ugye a vezetékek is ugye kellemesen melegek. Mivel egyetlen egy lakó sincs itthon, ezért nem tudom előzni a radiátorokat, illetve nem tudom kiléktelníteni sem a radiátorokat. Tehát ez mindenképpen kell majd még egyszer jönni, egyszer legalább. De most én azt mondanám, hogy jelen pillanatban üzemel a készülék egész szépen. Így akkor fogom és a burkolatokat visszarakom rá, mert azért mégiscsak rend a lelke mindennek, és hát ennek a típusnak amúgy sem egy egészséges változat, hogy egyfolytában nyitva van, meg hát ne pitiszkáljon hozzá az ég adta világon senki. Éppen elég probléma egyébként, nézzétek csak, hogy itt volt a régi füstcső, amit mondtam, hogy így kicseréltek, és hát úgy látszik, hogy ezt így telibe kiszedték belőle ezeket a mérési pontokat, pedig hát ennek egyébként, mint tudjuk, ugye teljesen zárt rendszernek kell lenni, de hát jó van ezzel, én már nem szeretnék foglalkozni. Egyébként a múltkor volt egy kérdés, hogy mennyire ajánlom én ezeket a Wolf kazánokat. Nos, hát az előző részben bemutatottat azt így tudnám ajánlani, mert az takarítás szempontjából is egészen rendben volt, illetve szerintem ezeket a gyerekbetegségeket, amik ez a gyönyörűség ugye elszenvedett, abban már ugye nincs benne. Általános hibák, amik így a legtöbbször előfordultak, az a ventilátornak a elromlása volt, attól sokkal sűrűbben szokott hibát jelezni, 4-es vagy 5-ös hibakóddal, hogyha az elektródáknak van bajuk, mondjuk az ionizációs elektróda elég, vagy elhajlik és ugye hozzáér az égőfejhez, ez egy elég tipikus hiba a Wolfnál. Akkor ugye a gyújtó elektróda is rendszerint el tud koszolódni, tehát az tényleg célszerű évente cserélni, vagy egyébként lesz vele szívás rengeteg. Ugye az előbb már bemutattam ott a hátul a három jártó szelep, az egy ilyen 4-5 évente szereti magát megadni, illetve hát a keringető szivattyú jelen esetben most ez volt a probléma, de az sem azért döglött be, mert nem volt jó a Grundfosznak a szivattyúja, hanem azért, mert ugye ez az apró konstrukciós kis szarság, ugye látjátok, ami kicsúszott, és nem tudom, hogy, de lényeg az, hogy kicsúszott belőle, és miután kicsúszott, utána a spirál az összes fűtési vizet a hőcserélőn keresztül, meg a kondenszifonon keresztül leengedtek ebbe a vödörbe, onnan pedig meg tovább valami lefolyóba, mindegy, ez annyira gáz az a kazán, hogy így tényleg nagyon utálom, tehát amikor meghallom, hogy ide kell jönni már, rosszul étkeringet. Na, jó. Akkor nagyjából elmondtam, hogy milyen általános hibái vannak, és most itt, hogy igazságos legyek, ugye el kéne mondani, hogy milyen jó tulajdonságai vannak, hát mit tudom én, fehér. Tehát ezen kívül más, meg több jó tulajdonságát én ennek a konkrét típusnak nem nagyon találok. Tehát a karbantartás is bonyolult, meg úgy egyáltalán maga az egész konstrukció egy rakás szar. Na jó, nem kívántam senkinek negatív reklámot csinálni úgy, hogy akkor most felöltöztetem. Kezd már alakulni, ugye itt ezen az oldalt 1, 2, 3, 4 darab csavar fogja, meg ugye természetesen a másik oldalon is. Na most azt a másik oldalt elég nehéz volt bepászítani, de sikerült, és akkor ezek után már tényleg semmi más nincs, csak a fehér burkolat, és befejezetnek tekintem ezt a melót jelen pillanatban. Nos, annyit szerettem volna mondani, hogy tényleg elég gáz ez a készülék, tehát ezt én szívem szerint egy nagy kalapáccsal vertem volna innen le, tehát ennek így semmi értelme nincs ezt így toldozni, de a tulaj nem akar újat, ráadásul ez a három lakás, ilyen albérletes kéró, valami külföldieké ráadásul, tehát abszolút nem németek. Gondolom úgy van vele, hogy ezeknek jó a szar is. Na hát akkor ilyenkor kell ezzel a tetűláda kazánnait szórakozni. Rengeteget. Nagyon szépen áll benne a hőmérséklet. Közben kikapcsolt meg, bekapcsolt már vagy kétszer. Tehát nagyon szépen teszi a dolgát, de még várunk egy kicsit. Ellenőrizzük, hogy nehogy véletlenül valami baj legyen.
és a gyönyörűséges hófehér burkolt a helyére került. Én megköszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy ebben részben is velem voltatok. Lent a leírásban megtaláltok az előző két videót ugyanerről a készülékről, amit készítettem, és hát tulajdonképpen akkor ezzel bővült a trilógia, de attól tartok, hogy nem ez lesz az utolsó ezzel a csodálatos készülékkel kapcsolatban. Hogyha valakinek bármilyen hozzászólni valója van, azt nyugodtan a kommenteknél tegye meg. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, és aki még nem tette, az iratkozzon fel a csatornára, hogy minél többen legyünk a klubba. Köszi a figyelmet, sziasztok! Looking up in the park.